Sziasztok! Ebben a videóban most kipróbálunk egy csomó őszi dolgot. Szóval, amit most a hátam mögött láttak, az egy őszi szobadekorálós videónak a része lenne volt, mivel megszerkesztettem a videót, ugye ezt, amit itt láttok, és ahogy lementette a gépem, megnéztem nyilván, mert ugye ez alap dolog, és az egészből egy nagy feketeség látszott, mármint úgy értem, hogy normálisan volt felvéve a kép és a hang is, de ezt a kettőt valahogy nem hozta össze az én számítógépem, ezért ez a videó teljesen tönkrement, másodszorra meg akartam szerkeszteni, amikor is nem töltötte be a videókat, tehát nem dolgozta fel, hogy lehessen velük dolgozni, úgyhogy eléggé ideges voltam, pedig ez egy nagyon-nagyon jó videó lett. De nem baj, ezen most lépjünk túl. Ebben az évben szerettem volna elkezdeni veletek, nektek egy őszi sorozatot, amit ugye minden évben évről évre frissíteni. Na, és ennek három részét terveztem, ugye ezt, a mostanit és egy következő. Úgyhogy borzasztó ideges vagyok, hogy ez nem jött össze. Most már annak semmi értelme nem lenne, hogy elmagyarázom, hogy mit, hogy kell elkészíteni, és nem is látjátok, úgyhogy hát igen, ez teljesen káó. De törődjünk a mostani dolgokkal, ami pedig az, hogy kipróbálunk egy csomó halloweeni per őszi dolgot. Dekorálunk is, ugyanis igen, most dekorálni fogunk, mégpedig azért, mert dekorálunk, pont. Szóval itt van a mögöttem lévő dekorálandó terület, és akkor kezdjük is. De nem lenne igazi halloweeni videó, hogyha nem alakítanám magamat egy cicává. Szóval először is azt fogjuk csinálni. Vettem a Klarsban egy ilyen cicafület. Hát, szerintem amúgy elég cuki, csak nem kendőn keresztül. De most kendőn keresztül lesz, igen. Egy kendős macska vak, jöhet az elhagyhatatlan bajusz, illetve orr. Ez mostanában eléggé... hogy is rajzoljam? Így, egy szívecskét. Hoppa. Úristenem. Na hát nagyon szép lett. Inkább hozok egy tükröt. Hát ez elég hülyén néz ki. Na jó. Tételezzük fel, hogy ez egy macska orr, oké? És akkor most jön a bajusz, amit innen kell. Úristen, nagyon rossz macska vagyok. Ez az. Tudjátok, mit kéne csinálnom? Halloweeni beöltözős videókat. Na, az kéne nekem. Na most, hogy hivatásos macskák lettünk, kezdhetünk dekorálni. Vettem egy ilyen kalap dolgot. Hát eléggé csúnya szegényke, de úristen, hogy? Szóval ez egy kalap, amit fel lehet csatolni a fejedre, és ez egy pók. Feltesszük, de most már macskák vagyunk, Istenem. Így. De ez most miért tették ide? Hát, ez így a jó. Hova tegyen már? Annyi minden van a fejemen. Jó. Na, ott van egy pók. Egyébként majdnem mindent a kékben vásároltam, hogyha érdekelne valami. Az első, amit ki fogunk most nyitni... Ezt nem kell kinyitni, de ez milyen jó, mert... Ez egy világítós pók, amit nem tudom, hogy tépjek le innen. Jó. Milyen pók? Ez egy derevér, nézzétek már, milyen cuki. Ezt ide teszem a halloweeni tököm mellé. De akkor nem látszik a felirat, meg a tök se, úgyhogy... Ide teszem le. Bá! A következő egy girland. Ez az, girland. És gondolom az van ráírva, hogy Happy Halloween. Hoppá. Hát remélem nem túl hosszú. Ó, de hogy is nem. Úristen, de aranyos, itt van egy kis tök. Túlságosan hosszú. Oda ragasztottuk az egyik felét. Hát ez most ilyen. A következő, amit vettem, az még egy girland. Mégpedig ilyen tökös. Oh. De ez hogy van? Úristen! Milyen jó, mert hát ezeket lehet majd ilyen kulcskarikának használni. Ó, meg is van a következő DIY. De most
ennyit most már hova tegyek? Ne! Ezt tudjátok, hova fogom tenni? Hát, nem tudjátok, de most mindjárt mondom. Oda! Látjátok? Oda. Nem, így, igen. Így, oda. Túl sok a girland, Barbie, túl sok. Már is kész. Tököcskék! A következő, amit vettem, azok ilyen pókok. Nagyon undik szegények. De csillogással minden jobb, úgyhogy ezek sem annyira undik. Így oda kéne ragasztanom, hát megvan, hát itt van már az ész. Na, ez nagyon undi. Így nincs. Maradj. Imádsz, úgyhogy ott maradsz. Imádtam. Szupi, fent vannak a pókok? De egyébként hallom, hogy le fognak esni, mert ugye a Cellux enged el. A kettő szélsőn miért tud fennmaradni, és ti miért nem? A következő, amit vettem, az 290 forintba került, és egy ilyen légmentesen záródó üveg dolog, mécses tartó helyett, mindegy, látjátok, hogy mi ez. És arra gondoltam, mivel ugye Amerikában, meg ilyen angol országokban szokás, hogy cukrot osztogatnak a gyerekeknek, ezért nálunk is legyen egy ilyen hangulat, úgyhogy vettem egy ilyen üveget, amit mondjuk ide fogok tenni. Ide fogok tenni. És vettem hozzá cukrot. Hát ez szerintem a létező legolcsóbb cukor. Szóval igazából csak azért vettem, hogy teletöltsük valamivel. Úgyhogy most teszünk bele cukrot. Ebbe önthetnénk gyertyát is. Ó, annyi ötletem jön ez alatt a videó alatt. Na, most, hogy tele van, haj, becsukom, és tök jól néz ki. És akkor az utolsó dolog, ezt csak hangulatnak vettem. Gyertya! Ha szétjönne. Ah, ez az. És ezt most úgy fogom kitenni, hogy négy sorba lesznek, igaz? Na, tök jól néz ki! Hát ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm, ha végignézted. Innentől kezdve ez lesz a háttere a videóknak, és mindig majd az évszakhoz illően fogom feldíszíteni. Köszönöm a figyelmet, és a következőkben találkozunk. Sziasztok!